Sziasztok! Itt vagyunk a MOP székházában, ahol ezt a csodát jöttünk kirakni. Az olimpikának tornyát, ugyanis nyilvánvalóan a párizsi olimpiára való ráhangoldásban tökéletes lesz, mert valószínűleg sokat fogjuk ott látni. Igen. Tartsatok velünk! Ez másfél méter kávé. Életemben először legózom, de igen, most tudom követni. Amikor nagyon picike voltam, akkor építgettem, de csak megépítettem, utána játszani nem játszottam vele. A munkavédelmi elégesség. Én úgy érzem, hogy jól haladtunk, és szerintem stabil alapotattunk arra, hogy felkerüljön rá az Eiffel torony. A többieknek meg. Sok sikert kívánok. Jaj, ez igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy... Ez egy... Amikor egy ilyen nagy darabot kiköröksz, és így... Ezt majd mondjuk, hogy mit csináltuk a botanikus talul. Magasságra nem volt túl látványos talán, amit csináltatok, de rengeteget haladtatok, és... Hát itt szerintem az alapja, hogy itt ilyen teljesen ilyen sima lehet, hogy az út, a padok és a virágok. Igen, a kis park az Eiffel-toronyon ahhoz készen lett. Meg elkezdtük a lábakat. 10 000 darab, úgyhogy... Csak! És ez így nekünk pont fordítva van. Ja. Tehát a... Úgy jó. Úgy jó. Dóri, átnézel a lukon nekem? Igen. Az a kezed, ami a kezed van. Aha, de ne tartsatok fel minket! Verseny! Én nagyon szeretek legózni, úgyhogy én ennek örültem ennek. Levinnek van egy egész legószobály. Harry Potteres legók. Öntözőrendszert is raktak hozzá? Ez most az igen. Elszáradjunk. Ja, az a feketék, az öntözött? Jó van, akkor. Krétáik is kettőt építenek, hármat bontanak, szóval. Itt túl hát szép volt. Hát tudom, hogy nem a fiúk. Három előre, kettő. Most már jönnek a fiúk, hogy valami nekik is kell. Most olyan, mintha sakkoznának. Rosáig. Oda, nem oda. Utánatok következnek a vízilabdás fiúk. Mire számítatok tőlük? Hagytatok-e nekik ajándékokat? Igen, abszolút. Ezt a nagyon szép, nem is tudom, fa, bokor. Ez elég időigényes munkának tűnik, úgyhogy ezt mindenki szeretnék rájuk hagyni. És reméljük, csak, hogy ez, igen, és reméljük, hogy majd amikor össze kell rakniuk egy jó pár ilyen bokrot, egy apró kis alkatrészekből, akkor... Akkor felértékeljük a mi munkánkat. Igen, és nagyon fognak minket dicsérni, reméljük. Amúgy jól összedolgoztam. Direkt meghagyták nektek a virágokat, meg a fákat. Azt mondta, rá a kamerák a krúd. Mi az, amit építetek? Nem tudjuk még. Senki sem tudja. Nem, majd én beletrolkodtam a játékotokba. Nem. Így is tökre jött meg. Kérdetek egy úszat. Szerintem azt a darábbel. Ez a ma koronáka. Először a fákat összeraktuk és a bankkoronát, mert sajnos a vízilabdás lányok úgy hagyták, mert az még az ő feladatuk lett volna, és az amúgy sajnos nagyon sok időnk elment, de aztán pedig mit raktunk össze lenne? Hát összeraktuk az Eiffel toronynak a négy lábából kettőnek a felét. Úgyhogy nagyon... Eredményes volt a munkánk.
valamiféle üzenet esetleg a vízilabdás lányoknak? Még visszakapják valahogy, mert megtaláljuk, hogy... És élveztétek? Nagyon. Élveztük egyébként kicsit, de végén volt egy kis... Volt pontnak, hogy mi legyen a következő lépés. Aztán még úgy döntöttük, hogy mi nem szóltjuk meg a következő brigádot. És igazából az összes kibontott csomagot felhasználtuk. Köszönöm, hogy gondoltam. Szép volt, köszönöm. Egész nap. Én vállalom egész napra. Aha, nem. Evelint itt vagyunk, majd valami mindjárt. És tudod mekkora lesz? Nem, ezeket nem. Na, vesz még te. Igen, csak mi? Igen, mi te? Nem, ott van meg. Már körülbelül 140 centi, ugye? 150. Jó, ez a feltoronynak a talpait kezdtük el szerintem összerakni. Most már két lábon meg tud állni. Ez túlzási meg tud állni? Majd meglátjuk, de az alapokat leraktuk. Ez már legyen a judósok problémája, nem? Akik utánatok következnek. Így van, és hogyha valami hibát találtak, akkor az a vízadások voltak. Jó, hogy segítenek? Nem hallom. Igen? Csak a csoki fontosabb, mi? Tiszta apja ez a gyerek, nem csinálni. Hindi. Jó, de húsz vagy. Ász. Sakarasek. Ilyen? Aha. De építenek el kőszámot. Delfin. Ez jó, nem? Figyelj! Ugye meglepne a végre lenne egy torony. Szerintem az tép, hogy hozzá tépet. A tép az tép. Szikszalag, nincs nálatok? Jó, ne. Mit is építette a hafuka? Össze. Maradjon itt. Jó, ah, de jó választás ez. Nézd, drágám, a tányért is, jó? Nem hallottam semmit. Évesen. Van. Hallod? Én nem... Rosszabbul állom, mint egy órára. Szerintem látványos, nem? Szerintem is. De figyelj, Krisz, kevesebb van meg belőle, mint egy órája. Igen, az azért van, mert a fiamat hoztuk, ugye, és ő szeretne hazavinni belőle, aztán úgy mindig próbáltam egy kicsit elsumákolni. Ki a nagyobb LEGO szakértő? Hédi. Krisz. Szerintem a Krisz nagyobb... Sziszol valamit? Nagyobb LEGO szakértő. Én válogattam, ő pedig rakosgattam. Én! Te egyébként szoktál LEGO-zni, Hédi, mert... Nem, én puzzle-ozni szoktam. De nagyon élveztem, jó volt. Te is élvezted, Krisz? Jó volt legózni? Én legózok. Meg rajzolsz? Igen. Imádom legózni. Akkor segítség van. Az egyik karácsonyt az végig kellett legóznom, és már nem volt bőr az ügyen. Azóta nem, ha lehet, kihagyult. Én kicsi voltam, rengeteget legóztam. Én is nagyon sokan. Krisztián most felcsapott ilyen brigádvezetőnek, és ő szakértő a háttérre az eseményeket. Én csak figyelek. Nézd ki, akkor keresd ezeket. Már is megvan a feladat. Az elmúlt egy órában fellendítettük igazából a forgalmat a LEGO építésben. Az elfelé torony 95%-át elkészítettük. A legfontosabb 95%-ot. A munkamegosztás, mondanám, hogy egyhangú döntéssel született. Mindenki 110%-ot tett a munkába, és így sikerült nagyon jó haladásra bírni az osztagot. Ez egy csapatmunka volt. Itt nem volt vezető, itt mindenki egyenrangúan hozzátett. Hogyha félretesszük a diplomáciát, én azt láttam, hogy Zoli, azért te voltál az, aki inkább úgy próbálta a feladatokat leosztani. Hát megpróbáltam kicsit a kezeim közé venni az irányítás valóban, de a többiek nagyon jól alám dolgoztak, úgyhogy ez az eredmény. Én
Itt biztos, hogy hosszúnak kéne lennie, és itt kéne a két rövidnek. Hát akkor azt elrontották. Itt az egész elrontották. Úristen. Ezek a hosszúsága, az biztos, hogy egy rövid van, három hosszú. Úristen, az hogy szedjük szét. Még a Blankával bringázni? Csak az izével elektronyosan. Lehet, hogy zsállom is lesz. Átomi megvetve. Simán nem lesz. Nem hiszem, hogy előzöl, akkor én nem megyek. Most voltam Párizsban, ez nem így néz. Hát én örültem, hogy két lányal dolgozhattam, az ritka dolog. Elveszett egy darab, az a probléma. És nem értem, hogy hogy kell tovább építeni, és ez nagyon idegesítő. Az az egy-két darab, azt megtaláltuk, hogy ez egy másik lába belekerült, úgyhogy hát itt majd lesz valakinek esti programja, és újraépíteni, de én nagyon élveztem, szerintem jó csapat munkát csináltunk, mert háromfélet csináltunk, de aztán csak összeraktuk egybe a közös munkánkat. Hát jó munkát akkor. Jó, akkor kihagyjuk. Nincs funkciója. Igen, mondom az esztétika. Jó, akkor menjünk tovább. Szerintem az csak egy látványelem. Kiindulva az mindegy, jó lesz. Azt, na ide. Csak ez forgasd úgy. Ne, már innen látod. Forgasd úgy, ahogy a képen van. Jó, hagyjuk már ezt a képen. Én értsük, hogy úgy. És oda kell, arra kell. Jó, hát láttam. És kifelé, kifordítani. Fordítja, de jó. De azt tényleg csak esztétika. Azt aztán most az egészetele. De az nagyjából jó. De ennek esztétikai funkciója van csak igazából. Mindenre ezt mondom. Igen. Akkor szóval kész, hogy rárakja ki így, az is nagyjából jó lesz. Na, egyszerűen a másik ezért. Mit nem építeni, nem rombolni jöttünk. Ez még jobban szétszedni. És aztán fogalmas, hogy hova kéne visszalakni. De az, hogy egy ember csinálja, és a legjobb azért. Nem mindegy, hogy hova rakom. Legó szóvivő. Igen, eddig a tornászok és a vízilabdázók hibáit hoztuk helyre. Amúgy nem akarom utalgatni. Egy csapat vagyunk. De egyébként olimpiai csapat. Csak egy óra volt helyre. Hip-hop. Igen. Egy csapat vagyunk. Most egy óra után elkezdünk valamit építeni. Csak most jönnek ezek az oszlopok. Oszlop. Na, oszlop. Mindent rendbe raktunk, OCD-sen is, csak hogy most. De azt ígértünk el, hogy egy órán belül áll a teljes torony. Hát ha nem rontották volna, én ott akkor már ott van. Akkor át volna. Akkor már feltesszük a csúcsdíszt. Hát, ami az egy... Most kezdődik. Vannak, akik jobban értenek a LEGO építésre, vannak, akik nem értenek hozzá. A mi csapatunk szerintem erősebb volt ebben, de reméljük, hogy a többieknek is majd lassan sikerülni fog. Ha nem, akkor tudunk ilyen külön órákat. Én nagyon élveztem, nagyon sokat tanultam ma. 20 éve nem legóztam, úgyhogy... Nagyon sok pöcköm. Nagyon sokat tanultam ma a pöcköm. Igen, tényleg nagyon izgalmas egy órán vagyunk túl. Hát, kettőn, de kiszámolt. Én meg kémülök a hidegben folyamatosan, hogy bejövök így a helyre, szóval bármilyen. Tudom, hogy örülök, hogyha jövök, mert póló vagy papucsban. Ott van 18 fokban éjjel napnál. Az a jó. Kérlek, és szépen. 20 fokat. És hogy nézed akkor Afrikát? Hát az más. Ja. Nem ugrálsz meg ide hidegmelegbe így. Kipróbálj jövök be, ő költözve, az más. De akkor téged az az energiaválság nem rázott meg. Engem az. Tudom, milyen gáztán jött ki? 1463. Örülünk, köszöntjük a segítséget. A jó munkát, a vízvilágát legyen vezetve. Működjön. Bízunk benne, jövünk a lábba. Neked hogy jött ki? Hát úgy, hogy nagy legós vagyok.
Hogy, hogy úgy jöttek, ne legyél már hülye, hát látszik kettest. Jó, ide. Nem, ez kell, ez kell. Ez úgy lesz, mint a Mónika showban, hogy itt ki lesz így. Bízi, hogy hülye, hogy centrálod, vagy hogy hülye. Az. Na, 2.35. Ne sírjes, mert én lassú vagyok. Márhol. Ugye, szerintem nem kell több sportolót hívni, ezt még kirakjuk válnak. Ha nem, akkor egy havig erőt el lehet venni. Ha megmondom, hogy szerintem egy év van a fájlmér. Nem, de komolyan nincs benne, a szőke jelentegy a cég. Nincs, ez eltűnik. Várj, reklám lehet, mert akkor is ebben lakom ki. De a rész ugye lenne este, mint a Krisztiánban. Nagyon profi vagy. Figyelek a részletek. Kriszti, légy szíves! Szóval nagyon belerázódtatok a végére a munkába. Valamit elhangoltam. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy igen, hát Alex lassan kezdett, de megöttem, és akkor felpörögött, és ketten a összhangba bekerültünk, és már tehát még ilyen szép munkát végeztünk. Ez volt a hazugság, illetve. Amúgy a lényeg az, hogy az elején nagyon be tudtunk kezdeni a Krisztiánnal, nagyon sokat tudott segíteni, mert dolga volt, mennie kellett, így jött a hát, felmentősereg, de hát nem mondanám, hogy túl jó segítség lett volna, de valamennyit haladtunk. Pólós fiúk befejezik. De így nem jó! Téged hogy sikerült visszaimányozni? Én imádom ezeket. Nem, amúgy itt lakom. Ez nagyon jól néz ki. Mármint a Marci háló. Lebuktam, bakker. Szép fotókedvéért, innen egy kicsit bele turkálsz, mint ha csinálsz, akkor én valamit. Én minden egyen ilyen nagy elállás benne. A fákat? Azt te csináltad, nézd? Ezt itt, ezt most applikáltuk ide, ezt is újra kellett csinálni, az egész karzatot, csak szólok. Eltűnt egy elem, azt mondták, és ez a te építkezésed alatt történt. Nem, ők szokták ezt megoldani. Bontással profik. Közgeri, dolgozunk rajta. Egyszerre tegyük. Jó! Úristen! Szilárd, másodszor vagy itt, kacsincs kettőt, ha túsz vagy, vagy mi vezérelt, hogy visszatérjél hozzánk? Igazából jó a társaság. Tényleg örömmel jövök ide mindig. Most sajnos túl sok hatékony munkám nem volt ebben, de amit tudtam, hozzátettem. Manuálban elmondod, hogy mi volt az, amit összeraktatok most itt ebben a közel másfél órában? Nem tudom. Ezt a csodás parkot, amit itt elől láthatunk, ezt ugye mind a pólusok, pólus fiúknak. Rányok a fák. Csak a fák, az egyelőre. Továbbá itt a tornyok között ez a kis átívelő szakasz is nekünk köszönhető. És most elkezdtük egyelőre az egyel fölsőbb szekciót, ami egyelőre jobb... Mi? Jobb bulinak tűnik. Én büszke vagyok rá, mert nagyon jól haladtunk, és igazi csapatként tudtuk végigvinni ezt a másfél órát. És tényleg a siklós égerit okoz minden hibáját? Egyértelműen, tehát szerintem ami hiba van ezen, az a siklós égerőnek. Jó, nem, azért a fele. De nekem nagyon tetszik, meg én egyébként is szoktam megérzni lányaimmal, de... De tényleg, és tényleg mi tök jól haladtunk. Mi fákat is fogjátok. Nem, megoldjuk, köszönöm. Igyekszünk most lassabban dolgozni, mert mindjárt felrakjuk a tetejét. Jó, igen, a csúcsot is feltesszük. Igen, azt meg hogy nem akarunk másnak is hagyni egy kis munkát. Na, most túlságosan belelendültünk. Csak 1000, hány lépés? 10 000? 10 000. Csak 9500 lépés van, úgyhogy... Na, még a többiek hibáit kell itt javítanunk. Ja, az. Ha bármi rossz, akkor általában a vízilabdás fiúkat szokták megtöbbet volna, hogy van a tízsőket. Szóval kirontottál? A vízilabdások ezt is elrontottak, de ne aggódjatok, kijavítottuk helyetetek. Ami az nem is stabil.
Nem, de szerintem majd össze kell. 260 Nem is kell, hogy stabil legyen. Most ez nem jó, ez lejött. Igen, ez innen. Az most durva lenne, itt szétesne az egész. Így is mondhatjuk. Igen. Rolj le is. Dehogy. Jó, és nem jön. Ez nem jó. Most még amíg nincs fent teljes. Jó. Az el, amikor átadják ilyen épületeket. Próbáljátok meg így rárakni? Mert amúgy így bele kéne így süpednie. Csak így bele Úgy. Meg itt alul lesz kicsit. Kicsit ingovány itt lent. Ne is mondjátok! Húha. Meg építettük a váz közepét. Ráhelyeztük, összeraktunk mindent, amire szükség van. Így átadjuk a többieknek a könnyű feladatot. Az elején nehezen melegettünk be, de aztán a végére gondoltuk, majdnem összeraktuk a csúcsot is, de azért hagytunk lehetőséget másnak is. Szétszettük is. Szoktuk az acskóban. Igen. Szólunk majd a szakosztályvezetőnek, hogy mostantól ez lesz a extra programunk. Szerezünk be egy ilyen legót mi is. Na, reklám megvan. Na mondom, mi szokott lenni a koncepció? Szóval mindig az oldal tetején írja, hogy mi fog kelleni. És ugye most két opció van. Vagy az van, hogy csak ezt nézed és rakod. Uh-huh. De én azt szoktam csinálni, az a biztos, főleg most, hogy nem hoztuk ezt el, hogy kigyűjtöd. Tehát ide külön kupacba kigyűjtöd, és akkor tudod, hogy mindent felhasználtál, amit kellett. Tehát kigyűjtesz 8 ilyet, 8 olyat, meg 8 ilyet. Meg jobb is, hogy én nem ilyen társasággal jöttem, érted? Ezt nem bírnád. Ez nem vicce, ez nem szórakozás, itt építesz. Ez nem vicce. Nem szabad. Ez a sorosan? Nem viccelünk. Balázsnak, hogy nem megyek egyszerűsöd értem. Ugye mi a 6 körül elmegyünk, de az összekás takarítóval. Majd kienged. Csak csak kiérted bőle a tájt. Nem is ellenőrzem le, hogy jól látta, de... Ez fáj. Ez az, ami szép az a új pegyedet. Igen, már kicsit fáj. Jó, mint egy ilyen bírti. Mikor válsz? Igen. És ezeket jól teszed, szerinted? Nem tudom. Inkább ne ellenőrizd. Tudod, hogy kattintsuk egyszer. Jó, oké. És most kell nézni a bajni. Értékeljek? Jó. Hát igazából csak úgy. Oké, szóval... De szakmailag, tehát hogy... Igen. Én amúgy életemben először legúztam. Jó élmény volt. Ne szokt hozzá. Igen, kicsit fájnak ugye az új begyeim, mert amikor kicsi részeket kell rakni, akkor az fáj. Néha elrontottam, de Ádám helyrehozta. Nem, én is elrontottam. Vagyis igen. A saját hibáimat helyrehoztam helyre. Így van, köszönöm szépen, ki hogy tesz. És nem tudom, szerintem ügyesek voltunk, ezt csináltuk. Igen, és már nincs messze. Meg ugye. Azt. Ja, meg amúgy azt is, igen. Tehát... Igen. Amúgy ez ilyen Boginak való, tehát szerintem még jobban való a Boginak, mint nekem, mert ő szeret, tehát ő nagyon ilyen... Tehát, hogy amikor ott van le van írva, hogy kell csinálni, ott van minden darab, ki lehet számolni, minden stimmel. Igen, szóval ez ilyen Bogi szerintem ebben benne van, hogy rákattani. Ha nem fájna ennyire a kis újacskáinak, akkor szerintem még rá is kattanak. De azért mondtam neki, hogy ne szokjon hozzá, hogy így együtt legózunk, mert azért, ha én veszek valamit otthon, azt nem így fogjuk kirakni. De... Elbírod, vagy is mit? Elbírom. Oké. Okay. Ezt a hazugságot nem bírom tovább. Sipelt az ágot. Igen, kidobom. Szuper jó volt, köszönöm szépen. Adófizetők pénzéből erre nem, ezt kaptuk a legót. Na, tessék, Sanyi, innentől nagyon csinálhatod. Látod, ennyit segítettem. Így fog indulni a videó. Ezért a most fizetod? Keresztfiam öccse, megcsináltam? Keresztfiam öccse karácsonyra kapott legót, és én raktam össze. Tényleg? De őt annyira nem érdekli, nem köti le. De amúgy jó. Én tökre ki tudok kapcsolni a legóval. Gabi is jó a mob marketinges lenni? Kaja hozzá addig, amíg a kamera, az a minimum. Kézzed el, hogy amúgy... Sose áll a irodai munkát. Jó, vagy te? Minden rendben. Ti? Leülsz hozzánk egy kicsit? Nem, mert most kezdődött. Én szeretnék a mobba dolgozni. Ez tök jó. Hát legózgatok munkaidőben. Ez az első, ez a belépő. Csak ott mindenki azt hiszi, hogy ezt csinálom. 40 órába építünk. Kimond az Instán. Sándor Kaja rántottam. Meg is van, hol lepiszt a lakcím. 28 fölök, de ki már érzem amúgy, hogy már nem olyan. Tehát mit te most... majd amikor 30 leszel.
Egyik napra a másikra. És ezért óvatosan akarok így kijelentgetni ilyeneket. Hát de figyelj, Gabi is háromszor van út vissza, úgyhogy ebben ezt lehet átszani. Sima. És most fontolgatom még a visszatérésem. Milyen formában vagy. Ja. Tudom, mennyi megkönnyítetted a dolgomat? Nagyon-nagyon. Örülök, hogy segítettem. Sokat segítettél. Fú, ebben jó sok sípolás lesz. Kicsit kevesebb órát, ha lehet. Vagy jó, elmondom még egyszer. Ez amúgy sokkal bonyolultabb így, mint amíg ránézek. Csapó! Egy feketőves legóst kaptál magadnál, de gondolok könnyebb volt itt felvenni a tempót, hogy Gabival együtt építettél. Ja, hát sokkal könnyebb volt. Gabi nagyon jól rakosgatta nekem a legó darabokat, és gyakorlatilag nekem csak össze kellett tennem. Úgyhogy Gabival jó játszani, legózni. Hatékonyság, csúcs példányai. Így van. Fihet, mert... brutál jól dolgozunk. Az utolsó elemeket szakoljuk. Kérdezzétek meg a vízilabdásokat. Mennyit nyomod? Sokat kellett utánuk azért, hogy a hibákat jövődjünk. Rengeteget, csak hibáznak, nem is értem. Ez, nem tudom, lehet, hogy csapatépítőnek szánják ezt, hogy minden több hibát kell véteni, hogy aztán ki kell majd javítani. Én ettől elhatárolódom. Szerintem ügyesen dolgoznak. Gabi, rányom a munkát. A munka többi részét. Hát, amúgy egy zacskót már, és kettő zacskóval készüljünk, úgyhogy... Hát a többiek 8-9-et csináltak, de azért örülünk, hogy benéztél. Igen, mennem kell. És mit mondtál még, Sanyi, hogy bárcsak vízilabdázhatnál, és akkor neked is olyan kevés edzésed lenne? Nem, bárcsak vízilabdáznék, akkor több időm lenne ilyen legókat építeni. Jó, ezek szerint. Lehet, most jó. Azt tudom, nem zsákruha vagyok. Na jól, fejezzük. Amúgy, ez meg, már bocsánat, de mindenki kéz minket amúgy, hogy a vízilabdások ki minket szít, hogy mi elrontjuk, és még ti is minket ekéztek, tehát amúgy ezért megnyugtató meg olyan csapaté, hajrá magyarok! De ez nem vicces, tehát az a baj, hogy ti nevettek, ez nem vicces. De melyik része, hogy őket gyanúsított, vagy hogy tényleg ők csinálták? Ezért tényleg ők csinálták, és nekünk kell kijavítani. De amikor mondták a vízilabdásokat, akkor is nevettünk. És megvédtetek? Nem, miattak a szájukba. De nem rajtuk nevettetek, hanem velük nevettetek. Ez a... Na, nem, azt még a Siri miatt kapjuk szerintem. Hú, de lelkesen legúl. Egy legót nem tett fel az egészre szerintem. Várjál, és ez itt még itt magyaráz. De látod, azért, mert itt nekik már konkrétan meg kellett volna csinálni, mert ők már úgy adták volna át, csak mondjuk itt a könyv szerint, hogy itt már bele van illesztve, itt pedig nem látszik semmi. Nem egy 200-as K, egy mitotka. Várjál, látod, itt van, túllapoztak azon, hogy ki kellett volna nyitni három zacskót. Minden látszik már. Azon kívül jó. Be se fér, jó. De már elrontottak. Otokkáj. De ezt még nem most rakd le. Szerintem az mennyivel jobban lesz, amikor felrakjuk. Azt is a végén csak egy. A troll kettő. Az tudni, hogy össze fog szakadni, ahogy erről. Ennyi? Minden beletépített? Nem tudom. Lapozzunk, akkor most már csak a ráhelyezések vannak. Nagyon instabilnek tűnik. Nem tudom. Be neked be fog csusszanni. Aha. Hát az én adalma jó? Úgy. De amúgy rá kell nyomni, csak félek. Kicsit nyomjuk rá. Nézzétek innen. Nem, mert videózzák, és hogyha minden alátámasztás nyer, hogy mi rontunk el valamit, azt nem igen, most meg. Hogyha összedőlne, akkor... Az úgy nem jó szinten. Nem lehet, hogy el kell forgatni? Nézd, hogy mozog. Jól van, hát most na, mozog. Hát. Jót is tesz neki. Természetes kilengés. Hát, igen, nagy szemeket ki kell bírni amúgy is. Hú, kicsit instabil. Zoli, sziakodik. Zoli! Na várjál, annál kiszedjük. Jó. Senki ne idegeskedjen. Egy drámai befejezés. Még mondták, hogy pedig így az egész. Igen, ez nagyon jó. Ja! Ja! És
Csak most egy doperkés kérnék azért. Mondtam én, hogy kérdés. És most onnan össze az egész. Szép volt. Jó. Éppen most lettem. Hát nem volt egyszerű, azt kell, hogy mondjam, különösen, mert ugye a Magyar Olimpiai Csapat rendkívül összetartóan dolgozott, és rengeteg negatív támogatást kaptunk a többi sportolótól, hogy mi vízilabdások ezt a tornyot folyton visszabontjuk, de végül úgy, hogy háromszor is visszahívtak minket, tudtuk orvosolni azokat a hibákat, amiket a többiek vétettek, így végül hosszasan, de sikerül befejezünk ezt a tornyot. A legszorosabban haza is vinném, azért három a magyar igazsággal azért be kellett ülni harmadszorra is, neked az a méltó feladat, hogy a zászlót felrakjuk a tetejére, az mindig különleges. Úgy gondolom, hogy jól ki tudtuk javítani mások hibáját ebből, és látszik, hogy mennyire összetartó kis ország vagyunk, egy más sportolóinak a hibáit mindig jó kijavítani, úgyhogy hát látszik, hogy most már azért elég stabilábbak a nálazzal. Ja, akkor tudjuk meg az igazságot, hogy igazából kiknek a hibáit kellett. Siklósi Gergő és Totka Sándor, nem akarok neveket mondani tényleg, de azért voltak olyan hibák, amikor ezt nem ettől a két úri embertől nyilvánvalóan. De hát azért nem volt egyszerű ezt a tornyot összeraknunk, de tényleg mindenki nagyon szépen dolgozott előttünk is, úgyhogy én nem mondom, hogy 100%-ig minden ott van ebben a toronyban, ahol kell, de végig is jól néz ki a végképp. Végigkésztünk mindenkit.